Az édesanyja értesítette a rendőrséget a jelenetről. Lánya és két barátnője iskola után a nagykörösi parkban csevegett, amikor a 46 éves B. Tamás megpróbált kapcsolatba lépni velük. Először csak cigarettáért ment oda, majd arra kérte a fiatal lányokat, hogy feküdjenek mellé a hintába. Miután a fiatalok elutasították, a férfi elővette nemi szervét és vágyainak kielégítésébe kezdett. A tinik azonnal elmenekültek a helyszínről. A férfi letolt nadrággal utánuk eredt, végül egy bokor tövében fejezte be az önkielégítést. A rendőrség másnap kora reggel elfogta a nagykörösi lakost a saját háza előtt. A rendőrség szerint, miután előállították és kihallgatták B. Tamást, a férfi nem tett vallomást, de elfogadta a gyanúsításba foglaltakat. A nagykörösi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya személyremsértés vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatta levele szemben a további eljárást.